A Keresztény Demokrata Néppárt a hét közepén terjeszti az országgyűlés elé a családi csődvédelemről szóló javaslatát, amiről várhatóan még a tavaszi ülésszakban döntés születik. A részletekről Rétvári Bencét, a KDNP alelnökét kérdezem. Jó reggelt kívánok! Kivicsakom szépen, igyet kívánok! Valamiféle családi csődvédelem az annyira egyértelműen jó dolog, hogy inkább az a kérdés, hogy miért nem vezették be valamilyen módon korábban, amikor erre egyébként már voltak javaslatok is, például a szocialista párt részéről, amelyik most minden adandó alkalommal el is mondja, hogy itt tulajdonképpen egy korábbi szocialista javaslatot terjesztettek most be KDNP-s átiratban. Hát először is ugye a devizetes probléma volt az, ami óriási probléma volt ebben az országban, és kellett kezelni, több devizetes mentőcsomagot fogadott el a parlament, és most jutottunk el oda, hogy maga az árfolyam kockázat már nem veszélyezteti a hiteladósokat, éppen ezért egy stabilabb adósságszerkezet van, ebben már meg lehet valósítani egy családi csődvédelmi javaslatot. A másik pedig a szocialista párt, ugye kidolgozta ezt a javaslatot már kormányon, amiről beszél, aztán azt nem tartotta alkalmasnak arra, hogy benyújtsa. Úgyhogy önmaga mondta a saját javaslatáról, hogy nem alkalmas ennek a kérdésnek. Ellenzékben pedig ne akarjanak okosak lenni? Hát nem, ugye a kormány ott voltak, kidolgozták, a kormány megvitatta, és azt mondta, hogy ez nem jó javaslat, nem nyújtja be a szocialista párt. Majd ellenzékben elővették, és 10 és 14 között azt hiszem, háromszor, de hát megcsinálhatták volna akkor igen, is. Igen, hát a maga a szocialista párt mondta, hogy nem jó javaslat, tehát ezért nem nyújtották be a saját idejükben, 2015, ez akkor de 10 és 14 között háromszor benyújtották, és akkor de a KDNP... javaslatot nyújtották be, amiről ők maguk mondták azt 2015, hogy nem alkalmas a probléma kezelésére, ezért bár kidolgozták 2010 előtt, de nem nyújtották be 2010 előtt, mert azt mondják, ez egy nem jó javaslat. Ha önöknek van egy másik és jobb elképzelésük, akkor miért nem nyújtották be önök a magukét 10 és 14 között? Ugye ezt a javaslatot tényleg éveken keresztül dolgozta ki a KDNP. Az utolsó 4-5 hónapban az igazságminisztériumnak a szakértői nézték át. Nyilván ők voltak azok, akik a devizeteles mentőcsomagoknak az utolsó 2-3 beterjesztett törvényjavaslatát is kidolgozták, tehát azután is ismerve a magyar új kialakult adósság szerkezetet, öntötték végső formába a mi javaslatunkat. Nekünk azt kellett megvárni, hogy a devizeteles mentőcsomagok végigfussanak, kialakuljon az, hogy az árfolyam kockázat immár nem kockázat Magyarországon, míg korábban családok százezreinek ez egy napi kockázatot jelentett, és most lehetett valóban, ön is mondja, egy jól bevált modellt, hiszen az Európai Unió 11 tagállamában van valamiféle magáncsőd, fogyasztói csőd, családi csődvédelem törvény, tehát ezeknek a modelleknek egy-egy részét átvéve, de hát nyilván egy teljesen speciális formát tudunk beterjeszteni ezen a héten itt Magyarországon. Hát, vagy úgy is lehetne fogalmazni, hogy elszállt a füst itt a devizahiteles mentés körül, és most maradtak a romok, látszik, hogy mennyire sok családnak ez nem okozott valóban megoldást, és szükség van a családi csődvédelemre, különben bajban lesznek. 11 európai országban van ilyen, tehát ott, ami nálunk nyugatabbra levő ország, ott nem volt ekkora probléma, ott nem volt probléma a devizahitelezés, pedig a devizahitelezéshez, hogy azért kellett megvárni, hogy a devizahitelezéssel kapcsolatos intézkedések végigfussanak. Ezek így egymásra épülnek, ez egy olyan intézkedés, amit így is úgy is be kellett volna vezetni, csak ez nem alkalmas arra a nagy problémára, ami speciálisan Magyarországon volt, és most nem akarok a gyökerehez visszamenni, hogy milyen felelőtlen döntéseknek volt ez a következmény kormányzati részről, de 2010 után folyamatosan évről évre, lépésről lépésre, végtörlesztéssel, árfolyamgáttal, forintosítással sikerült ezen segíteni. Most már olyan helyzet van Magyarországon, az emberek adósságállományát tekintve, mint amilyenhez hasonló mondjuk van más nyugat-európai országban, ahol nincs devizetes probléma, ezért most jött el annak az időpontja, hogy ezt bevezessük, úgyhogy bízom benne, hogy ezt mindenki támogatni is fogja. Ezzel a vitával egyébként tényleg vissza lehetne menni nagyon régre, hogy kinek a felelőssége, és ezt annyiszor lefolytatták már annyi helyen, hogy ebbe tényleg nem menjünk bele, odáig is vissza lehet menni, hogy miért nem mondjuk 2011-ben egy jobb árfolyamon mentették ki az adósokat, de hogyha azt nézzük, hogy a társadalom mely rétegei mikor kaptak segítséget, akkor az azért egyértelmű, hogy a végtörlesztéssel azok tudtak elsősorban élni, a jobb módúak, akiknek megvolt a tőkéjük ahhoz, hogy végtörlesszenek. A családi csődvédelem most a középosztálynak okozhat megkönnyebbülést, hiszen azért ehhez is kell, hogy legyen valami rendszeres jövedelem és valamiféle családi vagyon, de megint nem segít azoknak, sőt, tehát a feltételekből is látszik, hogy ki vannak zárva azok, akiknek nincsen rendszeres jövedelme, vagy nincsen mondjuk 5 millió forint értékű vagyona egyáltalán. Pedig nagyon sokan azok közül, akik igazán nagy bajban vannak, ebbe a kategóriába tartoznak.
Ami a végtörlesztést illeti, a sokszor hangzott el akkor is a vád, hogy ez, amit ön is mondott, hogy ez a felső tízernek segít, hogy 170 ezer család vette végül tehát igénybe. Kétségtelen, tehát hogy az most, tizenhétszer ha annyian, megnézzük, hogy... 17-szer annyian, vagy 17-szer annyian élnek jó módban Magyarországon, mint hogy a vádakban elmondták, vagy pedig ez igazából egy pedagógus családnak is tudott segíteni, hiszen az átlag végtörlesztős hitel azt hiszem 5 millió 500 ezer forint volt, ezt azért nem a legjobb módú emberek vették igénybe. Onnan tudok segíteni, és ezen nincs mit vitatkozni, aki elő tudta teremteni azt a pénzt. Én azt mondom, hogy átlagosan 5,5 millió forint volt az, amit a végtörlesztésben visszatörlesztettek, nem 20-30-40 millió, hanem 5,5 millió, ami egy átlag család átlag lakásánál egy új szoba megvételéhez szükséges pluszrész volt, amit hitelből törlesztettek. Ami a családi csődvédelem célközönségét illeti, itt valóban azokról van szó, azoknak fog ez elsősorban segítséget nyújtani, akiknek van valamekkora képessége arra, hogy visszafizessék a törlesztő részleteket, itt nem csak bankra kell gondolni. Tartozik a telefonszámlával, a telefontárságnak, tartozik a társasháznak, tartozik a közműszolgáltatónak, részletre vett áruhitelből szintén tartozik, bankkártya hitel tartozása van. Nagyon sokféle ez az adósság, ami felhalmozódott egyes embereknél, úgy látjuk, de nem csak egyről van szó. És valamennyit tud fizetni, mondjuk 40 ezer forintot tud fizetni, de ők 60 ezeret vagy 80 ezeret követelnek tőle hónapról hónapra. És ebben próbálunk mi egy segítséget nyújtani a családi csődvédelem által, hogy pontosan ezt a különbséget hogyan tudjuk úgy kezelni, hogy a hitelezők számára sem egy bedőlt adós lesz, aki 0 forintot tud fizetni, az adós sem menekül abba, hogy eltitkolja a jövedelmeit, más nevű iratja lakását, hasonló trükkökkel él, hanem tiszta viszonyokat teremtünk, mindenki becsületesen kiáll, hogy mit követel, az adós is elmondja, hogy mi az, amit ő tud törleszteni, és ebben vagy az első szakaszban a hitelezők és az adós egymás között hoz létre egy egyességet, vagy pedig, ha ez nem sikerül, és ebben az önkéntes családi csődelemben ezt még kéri maga az adós, akkor pedig egy bírósági szakaszba lép át, ahol a bíróság kötelezi őt arra, hogy milyen törlesztési terv szerint fizesse vissza 5 év alatt az adósságait. Tehát mi lesz azokkal, akiknek nincsen 5 millió forintnyi vagyonuk, akiknek nincsen rendszeres jövedelmük, akiknek a tartozásai, mondjuk közüzemi tartozások, még nem érik el ezt a 200 ezer forintos alsó határt, amit most megfogalmaztak, miközben tudjuk, hogy sokszor a kilakoltatások már ilyen kisebb tartozásoknál elkezdődnek. Ugye itt sem 5 millió forintos a minimum határ, hanem alacsonyabb szinten húztuk meg, tehát már pár millió forintos tartozással is, 2 millió forint fölött is már segítséget nyújthat sok mindenkinek. Hát én egészen konkrétan azt olvastam, igaz, hogy a sajtóban, de a közleményekben, hogy 5 millió forint lesz az alsó határ, ami alatt nem segítenek. Ezek szerint ez mégsem így van, ez tévesen jelent meg? Amikor én múlt héten olvastam a tervezetünknek a verzióját, ez egy korábbi hír, szerintem ez kb. Másfél-két hónapos. Emlékszem, hogy akkor a sajtó valóban ez a szám forgott, akkor az volt, hogy akinek a teljes ilyen vagyonadóssága, nyilván az adósságnak nagyobbnak kell, mint a vagyonnak, ez ugye a csőd helyzet, amikor többel tartozik, mint amennyien van, és nyilván a vagyonba beleszámít a következő 5 évben szerezhető jövedelem is. Itt van egy minimum szint, ezt azért is kell betenni, hiszen ennek azért adminisztratív költsége van, tehát az egész eljárás ugye nyilván jár társadalmi költséggel is. Az állam részéről, az adós részéről, a hitelezők részéről, tehát van egy alsó küszöb, de hát ezért elég alacsonyan van szerintem meghúzva. Egyébként mekkora költségeihez pontosan ezt kiszámolták? És a költségen kívül még az is izgalmas, hogy honnan lesz ez a több mint 20 ezer csődbiztos, akikre így szükség lehet akkor, hogyha azokról, akikről már tudjuk, hogy bajban vannak, azok tényleg kérik ezt a védelmet. Igen, a nyár nekünk arról fog szólni, hogy a megyei kormányhivatalokban azokat az embereket, akik eddig is hasonló ügyekkel, problémás helyzetekkel foglalkoztak, azokat kiképezzük, átképezzük, hiszen itt szükség van nyilván jogi ismeretekre, gazdálkodási pénzügyi ismeretekre, hogy tudják segíteni a családokat, és nyilván egyfajta szociális végzettségre is szükség van, hiszen sok esetben valóban itt a család helyzetét valamelyest átérezve, nekik egyfajta tanácsot arra is kell adni, hogy mindenki csak addig nyújtózkodjon, ameddig a takarója ér. A későbbiekben is, hogyha látják, hogy van a családnak X jövedelme, akkor nem lehet 2x-nyi kiadása, mert egész egyszerűen nem tudják hosszú távon fedezni. Úgyhogy ez egy összetett feladat lesz. Ütemezett a bevezetés is, pontosan azért, mert mi is szeretnénk az ügyterhet is elosztani. Először azok léphetnek be a családi csődvédelembe, akiknek a legkritikusabb a helyzete. Tehát ahol felmondták a jegyzáróhitel szerződésüket, ahol 90 napon túli legalább 500 ezer forintos tartozásuk van, és a lakhatásuk is úgy van veszélyben, hogy akár a kiskorú gyerek, vagy önmagát eltartani nem tudó hozzátartozó van a lakásban. Először őket engedjük be ebbe, az ő problémáikat próbáljuk megkezelni, és hogyha a legkritikusabb
rész megvolt, akkor utána nyitjuk ki szélesebb körben. Tehát mennyibe fog kerülni a rendszer maga? Ezt most nem tudom megmondani, hogy összességében mennyibe fog, hiszen nem tudjuk, hogy mennyi jelentkező fog erre jelentkezni. Csak vannak számításaik. Ugye több része van ennek, az egyik része jelentkezik a Családi Csődvédelmi Szolgálatnál, ahol ez egy ilyen központi stáb, egy pár tucat fővel, akik az egésznek az irányításában. Ezt mennyibe hozzák létre? Ez már létezik, ugye ez a háttérintézmény, amelyből ezt a részt, ezeket az embereket az Igazságügyi Minisztérium erre a feladatra fogja ráirányítani a következő hónapokban. Tehát ennek az intézménynek a működése, azoknak az embereknek a kiképzése, átképzése, fizetése mennyibe fog kerülni? Hát ez a háttérintézmény fogja megtenni, ami szükséges, azt ehhez át fogja csoportosítani a jelenlegi forrásaiból. Ehhez úgy számoltunk, hogy mindenki egyenlőre a saját költségvetésén belül vállalja a fedezetet, egyenlőre mindenki azt mondta, hogy a saját részét tudja vállalni, de ez egy fontos cél, éppen ezért mindenkinek a saját költségvetéséből ezt abban a részben, ami ráesik. Nyilván a megyei kormányhivatal egy megyei kormányhivatalnyit, nyilván a igazságügyi hivatal az igazságügyi hivatal első részt. Tehát a kormányhivatalok belső átcsoportosítással oldják meg, és nincsen erre számítás, és összességében. Nyilván a bankoknak is ez költségbe fog kerülni, hiszen sok esetben meg a hitelezőknek azt kiszámolták, hogy a bankok, ugye most már eddig sokszor téma volt, hogy van egy megállapodásuk az EBRD-vel, hogy nem terhelik tovább a bankokat, aztán újabb és újabb apropóból újabb és újabb terhek vannak mégis a bankrendszeren. Ez mekkora lesz? Ugye a megállapodás az abban volt, hogy mielőtt bármifajta ilyesfajta módosítást a törvényekben végrehajtunk, egyeztetni fogunk a bankszövetséggel. Akiknek itt ugye, egyetértési joguk itt van. Itt ugye a hitelezőknek, amik közül nyilván nagyon jelentős a bankok része, de a hitelezők között mondom más is van, de a hitelezőknek nyilván itt egy előnye lesz azért hosszú távon, mi úgy gondoljuk, mint hogy a 11 másik Európai Uniós országban is. Igen, köszönöm, van ezt el is mondta ebből az elején, de én most azt kérdeztem, hogy mekkora teher lesz ez a bankokon, a bankszektoron. Ugye csak készítettek valamiféle, mondta, hogy milyen sok évig tartott az, hogy kidolgozzák ezt a javaslatot, nem mondja, hogy hatástanulmányt nem készítettek közben. Ugye maguk a bankok az utóbbi hónapokban, és a Nemzeti Bankkal is sok mindenki mással, az Igazságminisztérium egyeztetéseket folytatott pontosan azért, hogy tisztázzák, hogy mit tudnak a bankok vállalni, hogy ez nekik mennyibe kerül, azt ők tudják megmondani, tehát nyilván a nyújtás után szerintem ők is fognak erről nyilatkozni, de ők tehát azt mondták, úgy nyújtják hogy be, hogy fogalmuk nincsen. Miről nincsen fogalmuk? Úgy nyújtják be a javaslatot, hogy önöknek fogalmuk nincsen se arról, hogy a bankrendszernek ez mennyibe fog kerülni, se arról, hogy a rendszer működtetése összességében mennyibe fog kerülni. A rendszer működtetése, mi tudjuk, hogy ez körülbelül hány embernek a munkáját igényli, ahogy mondtam önnek is, a központi kormányzatban, itt az igazságügyi hivatalban van az a több tucat ember, aki ezzel fog foglalkozni, akiket erre a feladatra irányít át maga az igazságügyi hivatal. Nyilván kiszámoljuk ezeknek az embereknek a bérét, akik ezzel foglalkoznak, másrészt a megyei kormányhivatalokban van egyfajta kapacitás, amire szükség van. Ez az állam részéről a költség. Ami a bankok részéről a költség, arról nyilván ők tudnak nyilatkozni, de jó, ők benne voltak ebben az egyeztetésben. Én csak azért vagyok meglepve, mert azt gondoltam volna, hogy ezt már rég kiszámolták, de az embereket lehet, hogy jobban fogja érdekelni az a kérdés, és aztán többre nincs is időnk, hogy mire kötelezheti majd a csődbiztos a családot. Például kötelezheti arra, hogy eladjanak mondjuk egy autót vagy egy ingatlant. Ugye nem maga a csődbiztos kötelez, hanem ugye az első részben tárgyalással a hitelezők és az adós megállapodnak egy ilyen 5 éves törlesztési tervben, tehát ez az első része az eljárásnak, és csak a második részben lehet kötelezni, és amikor maga a bíróság kötelezi az adóst arra, hogy az a következő évben hogyan ossza be a költségeit, hogyan törleszte a tartozásait. Úgyhogy ezt fogja utána ez a csődbiztos felügyelni, ennek a végrehajtását. Nyilván ebben az a lényeg, hogy ahol nagyobb értékű kiadása van, tehát nagyobb értékű tárgyat, használati tárgyat vesz, ott meg lesz határozva ebben a törlesztési tervben, hogy mi fölött kell az ő egyetértését kérni. De fontos az ő segítség, hiszen itt olyan családokról van szó, akik belefutottak ebbe az adósság spirálba, adósság csapdába, és utána önként kérték, hogy ez a fajta segítség az ő részükre érkezzen. Tehát itt mi úgy gondoljuk, hogy elsősorban nyilván mindenki önkéntesen is végre akarja ezt hajtani, hiszen maga az adósság egy részének az elengedése az 5 év végén történik meg, tehát törleszteni kell 5 éven keresztül, és a végén valóban egyébként bizonyos adósságosztályokban nagyon magas százalékban el lehet engedni ezeket a tartozásokat. Neki is az érdeke, hogy ezt megtegye, tehát én úgy érzem, hogy mindenki azonos érdekállású ebben az ügyben, de fontos ettől függetlenül, hogy ez a csődbiztos is ott legyen, és ellenőrizze ezeket a terveket, hogy megvalósulnak-e. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és mindezt elmondta. Köszönöm.